szükség. Mi pedig a saját életünk védelme érdekében itt vagyunk együtt, a vidék és a főváros összefogva, és arról döntünk, meddig lehet még ezt ülni. Barátaim, meghatottsággal nézem ezt a hatalmas tömeget. Nem 100 000 vagyunk, sokkal többen innen lehet látni. Meggyőződésem, ha másképp nem a médián keresztül, látják azokban a termekben is, ahol a mi bőrünkre paktumokat akarnak kötni. Barátaim, engedjék meg, hogy a hit lehagyatkozva egy idézetet mondjak önöknek. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy élhessünk. A mi életünkről van szó, kedves barátaim, egy olyan alkufolyamat zajlik Magyarországon, ahol azt akarják, hogy mi távolról nézzük a saját életünket. A hatalmat, a kormányzás lehetőségét a néptől kapták. A néptől kapták, önöktől, tőletek a felhatalmazás. Oda kell visszaadni, mert visszaértek vele. Egyetlen lehetőség van. Arról dönteni, hogy mikor lesz az a döntési nap, a döntésnapja, amikor az új választásról, a nép felhatalmazásról az új kormánynak. Barátaim! A magyar gazdák már megszenvedték az elmúlt 7 esztendőt. Megszenvedték a városi polgárok is. Összefogással tudjuk csak ezt az esztelen őrületet megállítani. Csak összefogással, és innen üzenjük, hogy látniuk kell, nem engedünk. Sem ma, sem 14-én, sem 20-án, és mindaddig, amíg be nem fejezik. Barátaim, a völgyet megtartottuk jelentem, nem tudták eladni. Rajtunk múlik, hogy végleg meg tudjuk-e tartani, mert Magyarország szuverenitásának az alapja a termőföld. Barátaim, szólnak majd, én csak jelezni szeretném, nem hagyhatjuk, hogy Magyarország sorsát egy olyan emberre bízzák, aki annak idején több mint 500 családot tett tönkre, több mint